Végső nyughelyére helyezték a Fiumei úti sírkertben a múlt század első felének jelentős magyar politikusát, a Szociális Testvérek Társasága alapítóját, Slachta Margitot. 1920-ban jutott be a Nemzetgyűlésbe, így ő lett az ország első női képviselője. Megalapította a Szociális Testvérek Társaságát, amely a következő évtizedekben nemzetközi szervezetté nőtte ki magát. A II. Világháború alatt a zsidók érdekében emelte fel a hangját, és a deportálások ellen küzdött. 1969-ben ezért Izrael a világig a kitüntetésben részesítette. A világégés után még kétszer választották meg képviselőnek, 1948-ban azonban a kommunisták gyakorlatilag kitiltották a parlamentből. Egy évvel később az Amerikai Egyesült Államokba emigrált, ahol 1974-ben bekövetkezett haláláig működtette az általa létrehozott szervezetet. Budapesti újratemetésén, amelyen a honvédelmi tárcát Németh Szilárd parlamenti államtitkár képviselte, Semjén Zsolt úgy fogalmazott: temetni szomorúság, gyász, kötelesség, újra temetni megnyugvás, elégtétel és kétszeres kötelesség. Kitemesse újra idegenbe szakadt magyarjainkat, ha nem Magyarország. Kiszervezze az újratemetéseket, ha nem a magyar állam. Ez kötelesség, főhajtás és elégtétel. A miniszterelnök helyettes hangsúlyozta: az erőszakos emancipáció nevében erőltetett női kvóta helyett az évezredes magyar történelem nagyasszonyaira és tetteikre kell tekinteni. Adott csodálatos szenteket az Árpádház: Gizella királynét, Szent Erzsébetet, Szent Margitot, Szent Kingát és Boldog Jolánt. Volt bátor Kanizsai Dorottyánk és Zrínyi Ilonánk. A 20. század közepén, a legnehezebb időkben a már boldoggá avatott Salkaházi sáránk és Slachta Margitunk, aki a hazai katolikus nőmozgalom elindítója volt. Nevéhez fűződik a női méltóság elismertetése és védelme, a keresztény feminizmus követeléseinek megfogalmazása, amely világnézetében természetesen eltér a radikális feminista ideológiától. Margit testvér vallotta az emberi jogok kiterjesztését, de a nők sajátos értékét és érdekét nem szakította ki, sem a természet rendjéből, sem a családból, sem a társadalomból. Mindezek érvényesítésére hozta létre a keresztény női tábort. Nemzethűségét is ugyanez a katolikus egyetemesség jellemzi. Az újratemetésen, amelyen Slachta Margitról megemlékezett Mátrai Márta, az országgyűlés háznagya, Kővári Magdolna, a Szociális Testvérek Társasága általános előjárója, és Német Emma, magyarországi előjáró is, Erdő Péter bíboros, primás, Esztergom-budapesti érsek celebrálta a gyászszertartást.